Köszöntök mindenkit Monakóból, ez itt már a következő nap, ahol autókat próbálunk filmezni. Ismét bejöttem, gyönyörű szép időben, sőt, rettentően meleg, 30 fok, tűz a nap. Meglátjuk, mit látunk. Gyertek velem! Egy nagyon nagy durvaság, srácok, egy Ferrari Monza SP2. Ez a cucc, ez 3,5 millió euró. Azt a mindenit, mit találtunk itt. A First Up-ennek van egy, azt tudom, gyűjti ezt az autót. Összesen szerintem csak 60 darab készült, viszont nem vagyok benne biztos, írjátok meg kommentbe, nagyon egyedi. Tudom megmondani, ki az illető, aki vezeti az autót, viszont ez egy nagyon ritka Ferrari. Hú, amit találtuk, srácok, ez nagyon durva. Nem is tudjátok ti. Ez még ritkább, mint a Bugatti Veyron Supersport, amit az elmúlt napokban láttunk. Itt áll a fickó, mondjátok meg, hogy ez kicsoda, én nem tudom. Viszont egy 812 GTS-t is, ami gyönyörű szép szürkével van, és itt a Ferrari badge, ugye, ami kézzel van festve. Ezt már párszor elmondtam mellette, vagy már mit előtte egy Rolls-Royce Cullinent látunk, dubai rendszámmal. Csak mi jön szembe? A következő Lamborghini SVJ Aventador. Ez itt most egy ilyen neon zöld színű matlak, hát ez elképesztő kóra, mondom. Miket lát itt az ember, ez egyszerűen nem normális. Újabb 812 GTS, itt direkt 10 cm-re az orra, mert srácok, ez hihetetlen komolyan, milyen autók vannak. C8-as Corvette is, ugye ez az legújabb középmotoros sportautó. Ugye már ismerjük, ezt mutattam nektek egy héttel ezelőtt ezt a Bentaygát, ez az én kedvenc színkombinációm ezen az autón. Nem túlságos a ronda C63-as. Fog átmenni előtte. Eszméletlen széles a hátsó tenger, szóval biztos, hogy valahogy meg lehet csinálva az autó, az nem gyári. Kettő egészen érdekes Audi, srácok. Egyszer egy RS3-ast, egy nagyon különleges fóliázásba, egy festésbe. Előtte sokkal fontosabb egy Audi R8 GT-t ezzel az óriási szárnyal. Ez elképesztő. Van rajta egy pár karbonelem, az biztos. Diffúzort kell megnéznetek, komolyan mondom, hogy 30 cm-es karbon darab ló ki legalul. Utána egy ilyen tojássárga, vajszínű GT3 Touring, ugye ezen nincsen hátsó szárny. Egy F8-as Spider, Rómát is. Köszönöm nektek, itt amúgy a hotelekből az embereket Maybach V-osztályokba szállították. Szerintem ez se egy ilyen tipikus, normális dolog. Chevy Camaro próbálkodik bekanyarodni az utcában. Egy 992 GT3. Hallgassuk. Nem hiszitek el, mi jön most következő autónak a Monza SV2-es Ferrari után. Ezt nem hiszitek el. Konkrétan a McLaren-től az Elva, ez egy ugyanolyan drága autó, az ellenfele az SP2-esnek. Én elképesztő mázling folyamatosan, mert mögöttem nem tudom, hogy látjátok-e, le van zárva itt az egyik út, mert rányomok a képernyőn, akkor jobban lehet látni, le van zárva itt az egyik út mögöttem, ezért az autóknak, megfordítom a kamerát, lenti körforgalomból jönnének föl ide a kaszinó terére, azzal, hogy nem lehet a kaszinónál már parkolni, mert le van zárva egy rendezvény miatt, és mindenkinek meg kell fordulni, és ezért egyetlen utcán tudnak közlekedni, és így minden szuper sportautó tulajdonképpen erre jön, és nekem csak egy helyen kell állni. Szeretne lenni ez. Ilyen smartot még nem láttam életemben soha. Volt spotunk, itt csak egy régebbi Royce-ot látunk, ilyen cabrio verzióba. A G-osztály az még mindig megvan, azt már utóbb megmutattam, plusz. Közben egy szerintem gyönyörű szép színű Bentley Bentayga. Ez egy ilyen kékes szürke. Nem tudom pontosan megmondani, hogy melyik a színkód, de nagyon-nagyon szép. Ott, ami nem fordul elő túlságosan gyakran Budapesten vagy Magyarországon, az a Cadillac Escalade. Lássuk ezt a majdnem 6,5 méter hosszú autót. Ez is elképesztő, ugye ez egy amerikai autó. Őszintén a Multivan és a V-osztálynak a Mercedes-től van azért alternatíva. Lehet azért Cadillac-et is vásárolni. Kék színű Bentley Continental. Szóval egy gyönyörű szép fehér McLaren 720-est. Szürke felnik. Itt van direkt előttem ezen a ponton, hogy a legutóbb a 812-est láttuk. Közben egy Dutch Challenger SRT Hellcat-et is. 717 paci, olasz rendszám, nem amerikai. Brutális, nem tudom, közelben is az, mert az úton állok már eleve. Mert mögötte jön egy Bentley Molson, ha jól láttam. Srácok, mára igazából ennyit tudtuk összeszedni autókból. Szerintem boldogak lehetünk, volt különleges Ferrari-tól kezdve igazából minden.
kövessetek be a következő vlog részén, mindenképp vissza fogunk jönni még több napot itt filmezni. Folyt köv! Császtok!